Üdvözlöm Önöket az Ellenálló Podcast sorozat legújabb, egyben évad záró részében. Én Kulifai Sára vagyok, és a műsorban azok történeteit tárom Önök elé, akik a megfélemlítéssel, jogi meghurcoltatással, karaktergyilkosságokkal szemben is kiállnak hitük és értékeik mellett. Szokásunkhoz híven ezen a héten is idézettel indítok, ezúttal Oliver Cromwelltől. Az idézet így szól. Ha beszélek, a fejembe kerül ha hallgatok a lelkembe. Egy iráni származású 51 éves családapa, keresztény német taxisofőr Jalil Masali szeptemberben vásárolta meg Volkswagen kedijét, és taxivá alakította át. Egy a hátsó üvegére ragasztott bibliai gevers miatt azonban most bajba került. Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. Ez a János evangéliumból származó üzenet olvasható az Esseni taxisofőr autóján, Ám a látszólag ártalmatlan bibliai idézet sok problémát okoz az iráni származású ex-muszlim férfinek. Bár szerény mérete miatt alig látszik, és igazából csak azt tudja elolvasni a bibliai feliratot, aki elég közel hajt a lökhárítóhoz, eszen városa mégis úgy gondolja, hogy megengedhetetlen Jézus szavainak ilyen formában történő megjelenítése az autón. Az eszeni közúti és közlekedési hivatal azzal vádolta Cselilt, hogy taxiát elfogadhatatlan vallási reklámokkal látta el. A férfi a Bild német lapnak elárulta, én 18 éve jámbor keresztény és szereti Jézust. Hozzátette, a kiírással jót akart tenni, kinyilvánítani meggyőződését, reményt adni az embereknek és arra késztetni őket, hogy átgondolják kereszténységhez fűződő kapcsolatukat. Jalil most azonban komoly pénzbüntetésre számíthat. Az iráni német családapa egy súlyos baleset révén talált rá a keresztény hitre. Még iránmal a hithű muszlimkért ért és rendszeresen imádkozott, felesége is fejkendőt viselt, egyszer azonban balesetet szenvedett, melynek következtében elveszítette bal lábát, és összesen 23 alkalommal kellett megműteni. Eljutott odáig, hogy annyira kétségbeesett lett, hogy végezni akart magával. Abban az időben azonban egy idősebb keresztény nő meglátogatta a kórházban, és felajánlotta, hogy imádkozik érte. A férfi teljesen felgyógyult, megtért, és azóta Jézus Krisztusért él. Azóta az új taximra ragadt mondás a mantrám, jelentette ki. Hitét régi járművén is megvallotta, ugyan csak egy kis hallal, de ez szintén ismert keresztény jelkép. Az iráni német családapának soha nem volt gondja hitének ilyen formában történő kifejezéseiből. A városvezetés azonban most kijelentette: Amennyiben a taxis továbbra is makacskodik és nem hajlandó eltávolítani a matricát az autójáról, akár 1000 euróra is büntethetik, illetve extrém esetben az engedélyét is elveszítheti, ugyanis a bibliai verssel ellátott taxit tilos vezetni. 1998-ban a Szövetségi Alkotmánybíróság ugyanis kimondta, hogy a taxikon tilos a politikai és a vallási reklámok elhelyezése. Ezzel kívánják megelőzni az elő esetleges viták okozta fennakadásokat a taxiforgalomban, áll a város levelében. Eseti alapon a város tehet kivételt és adhat külön engedélyt ilyen ügyekben. Az Eszeni közúti közlekedési hivatal illési jogkörrel is rendelkezik, tehát a taxisofőr javára is dönthet. A feszült világpolitikai helyzet ismeretében azonban ez nem túl valószínű, nyilatkozott a rádió Eszennek a városvezetés szóvivője. Mihály Opperman ügyvezető az ügyel kapcsolatosan leszögezte: Csak azt tanácsolhatják kollégájuknak hogy más módon fejezze ki és élje meg hitét. A taxisofőr ugyanakkor nem hagyja magát. Jalil ügyvédet fogadott, akivel azt próbálják elérni, hogy a város elengedje a bírságot, és törje el a hátsó ablakon látható szlogent. Jalil Masali a Rádió Essennek adott interjújában kijelentette. Ez csak az én magánvéleményem, nem vallási szlogen. Németországban szólásszabadság van, ezért nem értem, hogy miért kellene eltávolítani a matricát. Iránban bebörtönöznek, vagy meg is ölnek ilyenért, de én most itt élek, Németországban. Műsorom végén pedig hadd ajánljak figyelmükbe egy nagyszerű kiadványt, ami nagyon is kapcsolódik a történetekhez, amelyel rendszeresen az ellenállók sorozatban is foglalkoztunk. Megjelent ugyanis a hetek legújabb kébehozó kiadványa a Keresztünk, Nyugaton a helyzet változó címmel, melyben több mint 144 oldalon izgalmas interjúk, cikkek, infografikás segítségével mutatjuk, hogyan is alakul a keresztények helyzete a nyugati országokban, hogyan igyekeznek megfosztani őket jogaiktól, és a négy fal közé szorítani hitelveiket. A kiadványban olyan belföldi és külföldi keresztény teológusokkal, jogászokkal, aktivistákkal, politikusokkal olvashatnak interjúkat, mint Rick Santorum korábbi republikánus elnökjelölt aspiráns, Andrea Williams, brit keresztény jogvédő, Paul Coleman, az ADF International keresztény jogvédő szervezet igazgatója, Ruf Tibor teológus filozófus, Hak Péter jogász vagy Franklin Graham világhírű evangélista. A képbehozót megvásárolhatják a Libri üzleteiben, vagy meg is rendelhetik a hetek.hu oldalon. Olvasni, gondolkodni szerető családtagoknak, ajándéknak is kiváló. Ezzel köszönöm egész éves figyelmüket, 2024-ben folytatjuk.